A Vásárhelyi Televízió híradóját látják. Jó estét kívánok! Egy óriási daruval emelték le talapzatáról ma a Kossuth téren álló lovasszobrot. Pásztor János alkotását restaurálásra szállították el, hogy a jövő tavaszra megújuló térnek, ami az első világháború hőseinek állít emléket, valódi dísze lehessen majd. Restaurálni vitték a mai napon a lovasszobrot. Pásztor János alkotását 1938-ban állította a város az első világégés 20. évfordulójának emlékezetére. Magyarország legnagyobb első világháborús emlékművét Návai Sándor szobrászművész állítja majd helyre. Az 5 tonnás, közel 60 darabból álló alkotás belső szerkezetét 17 éve már feljavították, akkor 1300 csavart cseréltek ki benne, és megerősítették a vázatalkotó vas szerkezetet is. Ezt kell most leellenőrizni belőről. A világháborús emlékműnek a bővítése miatt, mivel a neveket ki fogják írni ide, hogy hány ember esett el a világháború alatt, emiatt föl kell újítani kívülről is, tehát egy teljes tisztítás lesz, újra patinázva, felületvédelem, és aztán kerül vissza helyére. A szobor legkésőbb szeptember végére készülhet el, ám Návai Sándor szerint, ha minden rendben megy, már augusztus 20-ára visszakerülhet a helyére, addig az ipartelepen folyik a helyreállítása. A szobor megújításával és azt kiegészítve, a hősök nevének elhelyezésével egy megújult első világháborús emléktérrel rója le majd tiszteletét Hódmezővásárhely városa a 100 évvel ezelőtt áldozatul esett hősök emléke előtt. Hódmezővásárhelyen a katonaállítási arány 1914 és 18 között 24%-os volt. Az osztrák-magyar monarchiában az átlagos katonaállítási arány az 16-17% között volt a háború 4 éve alatt. Tehát mi vásárhelyiek nagyban kivettük a részünket az első világháborúból, és sajnos ennek következménye az, hogy a háború 4 esztendeje alatt több mint 3000 honfitársunk halt hősi halált. A felújítással egyazon időben a posztamens is megszépül. Ezt követően szedik fel a tér díszburkolatát, hogy az új első világháborús emlékmű az újjáalakult téren a tervezett időre 2018. március 15-ére elkészülhessen. Új aszfalt burkolatot kap és kiszélesítik a Bodzási utat, hogy a tarjáni lakosok is zökkenőmentesen elérjék az északi elkerülő utat. Erről és a városrészt érintő fejlesztésekről is beszámolt Hegedűs Zoltán alpolgármester tegnapi lakossági fórumán. A fórumon a Modern Városok program fejlesztései mellett Hegedűs Zoltán a Tarjánt érintő beruházásokról is beszámolt. Az egyik legjelentősebb terv a 47-es elkerülő út összekapcsolása az Zrínyi utcával. A Bodzási út az, ami össze fog bennünket kötni, egy körforgalommal lehet majd fölhajtani az elkerülőre, és megszületett az a döntés, és most már a tervezésére is folyamatban van, hogy egy 6,5 méter széles, valóban kétszer egysávos, normál szélességű út kösse össze a Zrínyi utcát a körforgalommal, az elkerülő út körforgalmával. Az önkormányzat a továbbiakban a Kodály Zoltán utca meghosszabbítását is tervezi, így levezetve a teherforgalmat a Zrínyi utcáról. A közlekedést érintő változások mellett a strand új karórás beléptető rendszere is szóba került, melynek feladata a blitzelő kiszűrése. Ennek kapcsán a képviselő hozzátette, hogy első körben 100 darab elektronikusan működő szekrényt is üzembe helyeznek. A rendszer legfontosabb része, hogy így lehetőség nyílik a szokások megvizsgálására, az árak és a szolgáltatások igényekre szabására. Lehet látni a statisztikákat. Ez egy nagy adathalmaz, ebből nagyon sok mindent meg lehet. Az, hogy hányan járnak délelőtt, hánytól hányig. Tehát ezeket mind ki lehet elemezni, és ehhez lehet a működését igazítani a strandnak.
A városrészben 2 évvel ezelőtt energetikai korszerűsítésen átesett Malom utcai óvoda fejlesztése is folytatódik. Most az épület akadálymentesítése, a tető teljes cseréje, a konyha, az udvar és a megmaradt vizes blokkok felújítása fog lezajlani. Emellett a terület játszótereinek modernizálása is folyamatban van. Idén a Damjanich utcai, a tervek szerint pedig jövőre a Szél utcai játszótér fog megújulni. Új parcellát nyitott az üzemeltető Csongrád megyei Kegyeleti Kft. A Kincses temetőben található önkormányzati sírkertben. Közgyűlési döntés értelmében ők az üzemeltetői a katolikus temetőnek is. Idén a 2 sírkert fejlesztésére, rendbentartására összesen 30 millió forintot különített el a városvezetés. 2016. február 1-én döntött úgy a közgyűlés, hogy megnyitja a városi temetőt a Kincses temető területén. Tavaly május 1-je óta nem csak itt, hanem a katolikus temetőben is a Csongrád megyei Kegyeleti Kft. Az üzemeltető. A Kincses temetőn belül önkormányzati tulajdonban van a bevezető gesztenyesorút, a bejárati kapu, a ravatalozó körüli díszsírhelyek, a megújított urnafal és az azóta megnyitott új sírhelysorok. Ahol most állunk a városi temető, ez viszonylag a többi temetőhöz képest egy kisebb területű, ez körülbelül olyan 2,2 hektáros terület, melyben jelen pillanatban nagyjából olyan 300 sírhely található. Ezeknek a sírhelyeknek a nyilvántartása sem volt elég egységes, ezeket a tavalyi év folyamán fel kellett dolgozni, majd miután feldolgozásra került, látható volt, hogy a sírhelyeknek a nagy része nincsen újraváltva. A tájékoztató táblákat egyébként ki is helyeztük, és folyamatosan jönnek a családok és rendezik el a sírhely nyilvántartást. Ugyanakkor kérem azokat a családokat, akik még ezt nem tették meg, hogy mielőbb tegyék meg. A 2 temető fejlesztésére a következő 10 évre összesen 300 millió forintot különített el az önkormányzat. Az idén ebből érték arányosan 10 millió forint jut a Kincses temetőben lévő városi temető, 20 millió forint pedig a katolikus temető fejlesztésére. Az önkormányzati temető területén több ezer sírhely, az urnafalban pedig mintegy 500 hely alakítható ki, fogalmazott az üzemeltető Kft. Ügyvezetője. Tavaly új urnafalat építetett az üzemeltető, illetve a régi urnafalat is felújították. Újdonság, hogy az idei év folyamán új sírhelyeket is megnyitottak. A tavaly évben kijelölt testsírhelyek már megteltek, és új parcellát nyitottunk, melyben a jövő héten kerülnek kijelölésre a sírhelyek. A Csongrád megyei Kegyeleti Kft. És a Református Egyház közötti vitában központi helyet elfoglaló temetői hozzájárulást az önkormányzati temetőben nem kell megfizetniük a hozzátartozóknak. De nem csak ezért, hanem a mérsékelt sírhely megváltási díjak miatt is lényegesen olcsóbb ebben a temetőben a temetkezés, mint a többi sírkertben. Életének 77. évében elhunyt Kapu Pál, a Városi Könyvtár és a Művelődési Központ egykori igazgatója. Magyar történelem szakos középiskolai tanárként diákok 100 000-einek pallérozta tudását. Órái legendásak voltak, mert az élménypedagógia híveként a képzőművészetet és a zenét is becsempészte a tananyagba. 50 éven keresztül állt a katedrán, és ez idő alatt a város szinte valamennyi iskolájában oktatott. Vásárhelyiként egész életében hűen szolgálta szeretett városát, kívánságára szűk családi körben helyezik majd örök nyugalomra. Hétvégi házból lopott vízszivattyút egy helybéli férfi Mincenten. A vásárhelyi rendőrök a gyanúsítottat 2 napon belül őrizetbe vették és kezdeményezték az előzetes letartóztatását. Maga a bűncselekmény július 2-án történt. Egy mincenti ingatlannak a bejárati ajtaját feszítette fel az akkor még ismeretlen elkövető. A házat átkutatta, majd végül egy vízszivattyút tulajdonított el. A hódmezővásárhelyi rendőrök a bejelentéstől számított 2 napon belül megállapították azt, hogy a bűncselekmény elkövetésével egy 20 éves mincenti férfi gyanúsítható megalapozottan. A átkutatás során a nyomozók lefoglalták az eltulajdonított vagyontárgyat, és ki is adják a sértetnek. A gyanúsított ellen lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt indult büntető eljárás, aki kihallgatása során részletes beismerő vallomást tett.
A Hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság őrizetbe vette és kezdeményezte az előzetes letartóztatását. Futással segíti az Egy ebéd, egy esély gyermek étkeztetési alapítványt a Hódmezővásárhelyi Kis Attila. Az Ultra Tisza tó megmérettetésen 111 kilométert teszt majd meg a jó ügy érdekében. Az Egy ebéd, egy esély gyermekétkeztetési közhasznú alapítvány 2011-ben jött létre. Azzal a céllal, hogy a Szeged és környékén élő, nehéz helyzetű családokat segítse napi egyszeri étkeztetéssel. Naponta több mint 50-60 gyereknek adunk ingyen ebédet. Ez olyan formában zajlik, hogy van két közösségi éttermünk is. Ezek közül az egyikben minden nap ők friss ebédhez juthatnak. A gyerekek több módon jutnak el hozzánk, családostól jöttnek egyébként a legtöbben enni hozzánk. A gyermekjóléti szolgálaton és a családsegítő szolgálaton keresztül jutunk el hozzájuk, és választjuk ki azokat, akik részesülhetnek a támogatásunkban, illetve rajtunk keresztül, természetesen az alapítványunkon keresztül közvetlenül is kaphatnak támogatást, hozzánk fordulhatnak. Az alapítványt már nem először segíti a Vásárhelyi Kis Attila. A sportoló korábban a Balatont futotta körbe egy versenyen, és a megtett kilométereit elárvereztette, így támogatva a civil szervezet tevékenységét. Jövő héten, azaz szombaton az Ultra Tisza tó elnevezésű versenyen indul a vásárhelyi sportoló, így idén július 15-ig lehet a megtett távolságot örökbe fogadni. Tisza tónak a gátján fogunk megtenni összesen 111 kilométert, amire 16 órát adnak a rendezők, reggel 7-től este 11 óráig kell befejezni a versenyt. A kilométerek örökbefogadása az gyakorlatilag az alapítvány bankszámlájára történő utalással történik. Mindenki annyi kilométert fogadhat örökbe, amennyit szeretne, 1000 forint per kilométer áron, és ez teljes mértékben az alapítványhoz kerül ez az összeg. A futó elmondta, hogy a hosszú táv és a kihívást jelentő szintidő mellett a várható időjárás is megnehezíti majd a dolgát, azonban mindenre próbál felkészülni, hogy a legjobb formáját hozza a versenyen. A banki utalás alkalmával fel kell tüntetni a közleményben az Ultra Tisza tó rövidítését, azaz az UTT címszót. Így tudja az alapítvány, hogy a sportoló felhívására érkezett támogatásról van szó. Idén is megszervezték Hódmezővásárhelyen a nyári kerámia tábort. Az alkotó kedvű gyerekeket megcélzó foglalkozást tavaly még egy családias hangulatú csoport próbálta ki, de ebben az évben már 15-en iratkoztak be rá. A tábor több helyszínen zajlik, de a fő épület a szervező Pápai Katalin háza, ahol kialakítottak egy nagyon hangulatos műhelyt a kapuajban, így a gyermekek közel a természethez dolgozhatnak. Az első alkalommal felrakott edénykéket csináltunk, meg csipkenyomatokat, növénynyomatokat. Ez valamennyire kapcsolódik a mostani múzeum látogatáshoz, mert az őskori kerámiákban is nagyon sok hasonló minta van. A következő alkalommal, amit fogunk még dolgozni, csináltunk táblákat, domborművet, szobrokat, állatszobrocskákat, meg házszámtáblát, mint domborműt, és csinálunk kerámia virágot, csinálunk szélcsengőt, és egyéb apró dísztárgyakat. Szabó Péter Dániel, a Liszt Ferenc Énekzenei Általános Iskola tanulója, a festést és mázolást várja a legjobban a programok közül. Tavaly is voltam egy másik agyaktáborban, ott is jókat szórakoztunk a fiúkkal, csak ott több fiú volt, nem én egy ebben a táborban. Itt túl sok a lány. Kéne barátokat szereznem lányokból is. A tábor fő célja, hogy a gyermekek sikerélménnyel térjenek haza, és megtalálják a számukra legnagyobb élvezetet nyújtó foglalkozást, amely esetleg a jövőben is az életük része marad. Legtöbbször agyagoztunk, nekem a kedvencem, amikor szobrokat csináltunk, olyan kis kaméleont, kutyát, állatszobrokat. A gyermekek pénteken a tábor zárásaként egy kiállításon mutatják be a családtagjaiknak a héten alkotott műveiket. Hódmezővásárhelyen készül következő versenyére a svájci szinkronúszó válogatott. A csapat közel 2 hétig edz a Gyarmati Dezső sportuszodában, innen már egyenesen a július 14-én kezdődő budapesti vizes világbajnokságra indulnak, ahol a döntőbe jutást tűzték ki célul. A helyi uszodába június 30-án érkezett a svájci szinkronúszó válogatott, akik a jövő hét közepén induló vizes világbajnokságra készülnek itt.
A Sportág az olimpiák műsorának 1984, míg a világviadalok történetének 1973 óta része. A külföldi delegáció most első alkalommal tréningezik a városban. Imádjuk a medencét, itt egyszerűen lenyűgöző. Sokkal több helyünk van, mint amihez hozzá vagyunk szokva. Ez nagyon fontos, mert sokat utazunk a medencében. A víz hőmérséklete is remek. Legtöbbször mi fázni szoktunk, mert hideg vízben úszunk. De most ez tökéletes. Imádjuk ezt, akár csak a hotelt. A válogatott az egyéni, illetve a páros mellett csapatversenyben és szabad kombinációban is indul. Előbbi esetében egyszerre 8, míg utóbbinál 10 sportoló mutatja be a vízi koreográfiát teljes harmóniában. A rendkívül látványos sportág az úszás, a balett és a gimnasztika egyvelege. Éppen ezért rendkívül precíz, komoly és hosszantartó felkészülést igényel egy-egy gyakorlat és program összhangban történő kidolgozása. Az ideális felkészülés egy évbe telik, mindennapos edzéssel. Sajnos nekünk nincs meg ez a fajta luxusunk, szóval nekünk körülbelül 5 hetünk van az év során, amikor a lányok együtt tudnak felkészülni, mert mind különböző klubokban edzenek. Így nekünk most itt 12 napunk van felkészülni a világbajnokság versenyeire. Rövidnek mondható felkészülés ellenére is a válogatott bízik a szép eredmény elérésében. A kitűzött cél a legjobb 12-be kerülés, azaz a döntőbe jutás az összes indulójuk számára. A szinkronúszó számokat a világbajnokság elején, július 14-e és 22-e között rendezik meg. A híradó végéhez értünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Az esti, éjszakai órákban többnyire derűs idő várható. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 15 fok körül alakul. Csütörtökön a változó gomoly felhőzet mellett sok napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet csúcsértéke elérheti a 32 Celsius fokot.